Ő egy hónapot követően az ukrajnai-orosz hadsereg élére egy újabb tábornok került. Mi ennek az oka? Mi a franc lett Dvornyikov tábornokkal? Most nevezték ki áprilisban, és gyakorlatilag már Aufidezén. Hova lett Dvornyikov, és ki ez az új tábornok? És nézzük meg azt is a videó végén, hogy alapvetően milyen irányokba mehet tovább az ukrajnai háború, mármint abban a kontextusban, hogy Putyinnak milyen elképzelései lehetnek, de azért itt nagyon óvatosan kell nyilván eljárni, hiszen nem vagyunk Delfoi Jósda, de a predikciók mezejében nagyon-nagyon picikét megpróbálunk belépni, és megnézzük azt, hogy esetleg milyen irányokban mehetünk tovább. Aztán a gyakorlat meg vagy igazol, vagy nem, de nyilván majd meglátjuk ezeket. Rendben. Jó, kezdjük a legelejétől. Hát ugye tudjuk jó, hogy Dvornyikov áprilisban került az ukrajnai-orosz hadseregnek az élére. Őneki ugye az volt a elsődleges feladata, hogy fogja össze a különféle fegyvernemeket, ezeket kooperatív módon tudja irányítani, egy célzottan a Donbass területén tudjon sikereket úgy elérni, hogy a Donbass legyen elfoglalva, a Donbassból le délre Mariupol irányába egy korridor tudjon kiépíteni, és így Krimmel egyetemben egy gyakorlatilag egy nagy részt szépen le lehet kapni Ukrajnáról. Ezt a céltételezést alapvetően sikeresen tudta végrehajtani, vagy sikeresen ment ebbe az irányba előre Dvornyikov, de ugyanakkor mégis azt látjuk, hogy ott május végén vagy valami történt vele, és hát miről van szó? Miért tűnt ki ő a képletből, és nagyon hamar egy másik személy tűnt fel, ugye az ukrajnai orosz hadseregnek a mezején, hát ez egy érdekes fószer szintén hasonlóképpen Dvornyikovhoz, itt nem másról van szó, mint Zsitko generálisról vagy tábornokról. Ez a Zsitko hát gyakorlatilag egy eléggé nagy és gazdag életúttal rendelkezik, ő az orosz politikai katonai vezetésben is benne van, de mielőtt őról egy picikét beszélnénk, nézzük már meg azokat a koncepciókat, hipotéziseket, hogy mi oknál fogva történhetett meg a személyi váltás. Mondok egy-két valószínűsíthetően nem tényszerű állítás, és utána egy inkább tényeknek megfelelő koncepciót. Jó. Van, aki azt mondja, hogy hát így gyakorlatilag a szicíliai, illetve a dél-olasz maffia filmekből, illetve könyvekből a nagyon kedves idézetet elő lehet venni, hogy a halakkal álmodik. A halakkal? Mindegy, halakkal álmodik ez a szerencsétlen Dvornyikov, tehát valaki kinyírta. Vagy az ukránok, vagy a belső körben, aztán ki tudja, mindegy. Ennek olyan sok valószínűsíthetősége nincsen. Van akkor egy olyan értelmezés is, hogy Putyin felmelegítette Sztálinnak az 1930-as évek végén elkezdett nagy tisztító tüzét. Ez egy nagyon szép virágnyelvű megfogalmazás, ugye ez az oroszol, ugye ez a básoly terror, tehát ez a nagy, hát nagy leszámolás, nagy terror időszaka, gyakorlatilag itt Sztálin, hát kinyírta a tábornoki karának a túlnyomó többségét, Tuhacsovszki per és stb. Hát ugye ezt azért ismerjük, erről is majd azért lehetne külön beszélgetni, mindegy. Ez ugye azért nagyon fontos, mert amikor kirobod a második világháború, és ugye Hitler megszegi ugye Sztálinnal való titkos egyezményét, és ugye elkezdi a Barbarossa hadműveletet ugye 41-ben, akkor hát nagyon gyorsan tudnak a németek előre menni, ugye szovjet területekre, borzasztóan a területeket, nagyon nagy populációt tudnak az irányítások alá helyezni, és azért itt bizony el kell telni a hosszú-hosszú hónapoknak, mire a szovjetek érdemileg tudnak erre reflektálni. Ennek pedig az volt a fő oka, fő háttere, nyilván a meglepetés mellett az, hogy hát a katonai garnitúrát itt a vezetést értem ez alatt valahogy gatyába kellett rázni, hiszen itt azért módszeres kinyírást hajtott végre Sztálin, és hát nem volt meg ugye az az összeszakolt brigád, aki például már maga mondjuk a bolsevik hatalomátvételt időszakában is azt követően megformálódott. Úgyhogy azért ennek vannak összefüggései, és vannak olyan értelmezések, akik azt mondják, hogy itt kérem nem másról van szó, mint hogy Putyin megelégelte azt, hogy Dvornyikov még sem tudott nagyon komoly átütő sikereket elérni, és hát egyszerűen ugye egy kicsikét félretett, és akkor beemelte ezt az új tábornokot, Zsitkót. Inkább a valóság vizére egy picit átevezve látni kell azt,
hogy az orosz katonai doktrínában ez egy bevett módszertan. Miről van szó? Hogy egy adott katonai vezető egy bizonyos időkeretig tartózkodik egy területen, majd átadja a stafétabotot. És Dvornyikov és Zsirkónak a kooperációja nem előzmény nélküli. Ugye korábbi videóban, amikor Dvornyikovról beszéltem, akkor említettem, hogy ő alapvetően nagy szerepet játszott abban, hogy meg lehetett oldani úgymond a szír kérdést, és Assad hatalmában, pozíciójában tudott maradni. Dvornyikov 2015-2016-ban ugye ezt megalapozta. 16-ban ezért megkapta ugye az Orosz Federáció hőse címet Putyintól, és mit ad Isten, őt Szíria földjén nem más, mint Zsirkó követte, és Zsirkó pedig 2016-ban kapta meg az Orosz Föderáció hőse címét, tehát így gyakorlatilag már egy bejáratatott tandemet lát. Bő egy hónapig van hatalmon Dvornyikov Ukrajnában, majd egy kicsit eltűnik a nemzetközi szemek, hogy is mondjam, előteréből, és előjön egy újabb kolléga, ez a bizonyos Zsirkó tábornok. És akkor most nézzük meg, hogy kiről van szó, miről van szó. Egy 56 éves úriember, ő azért nem olyan véres pedigrével rendelkezik, mint Dvornyikov, ugye, mint ugye Groznyi, tehát a csecsen háború, vagy például ugye Szíriában alapú Mészáros a büszke címnek a viselője, vagy hát nem, mindegy. Tehát ez a Zsirkó, ő gyakorlatilag nagyon fiatal korától kezdve, hasonlóképpen Dvornyikovnak a katonai életút pályára lép. Ő üzbég származású, tehát ugye ázsiai vonatkozású, itt van, ez egy kicsit érdekesség, mindegy, és a legfőbb Orosz Föderációnak a legfőbb területen mindenhol volt irányító pozíciókat látott el, vagy töltött be, tehát például a Volga-Urali területeken megfordult, ugye volt a kaukázusi területeken, a főbb ugye ilyen territoriális leosztásokon, tehát ugye a nyugati területi orosz egységeknek az irányítását, a középsőt, a keletit is ellátta, és a keletiből, mármint nem a budapestiből, mindegy, helyezték át ugye gyakorlatilag Ukrajnának a területi irányítására, az ukrajnai frontnak a kezelésére, illetve azt is azért látni kell, hogy az ő személye az orosz katonai politikai vezetésben is meghatározó, ő a Védelmi Minisztériumban van, nagyon szorosan ugye Gerasimov alá rendelve, vagy mellé rendelve, és ő neki az egyik legfontosabb feladata az, hogy a fiataloknak a hát alapvetően ilyen lokálpatrióta nevelésének a módszertanához tudjon hozzájárulni, hogy akarjanak a hadseregbe lépni. Tehát így valahogy az utánpótlás dimenziója az, amit ő kezel. És egyébként ugye említettem, hogy ő több területen megfordult, és mindenhol a fő csapásirány, a fő működési területe az arra reflektált, hogy a különféle modernizációs tevékenységet, a különféle kooperációs hadműveleteket tudja véghez vinni, és ezeket elmélyíteni, és ezekben sikeresek is bizonyul. Tehát így ezek tevékenységek tükrében és előzményét követően kerülhetett ő Ukrajnába. Feladata természetesen az, hogy folytassa a Dvornyikov által, nem mondom, hogy kikövezett, inkább szétlőtt utat, egy kis, hát mondjuk úgy képzavarral élve. Annyi a lényeg, hogy ugye nyilván a Donbassnak a teljes meghódítását, visszahódítását, ez mindig üléspont kérdése, teljesen mindegy, kell ellátnia, és ugye ezt a összekötetés ugye a Mariupol és ugye a Krimmel biztosítania és megerősítenie, állásokat kiépítenie. És akkor ugye itt felmerülnek olyan koncepciók, hogy milyen továbblépési lehetőségek vannak. Én egyáltalán nem adok annak sok realitás, hogy Kijev irányába megpróbál visszafordulni Putyin, azért egy 3 milliós város borzasztóan be van védve, stb. Azért ez nem mondjuk úgy 500 forintba kerülne, még hogyha a másik Rákóczi nagyon örülne is ennek, ugye, hát ő vigyorog rajta, mindegy, térjünk vissza. És hát ugye van egy olyan koncepció, hogy megelégszik Putyin ezzel a területileg meghódított résszel. Én ezt teljesen elfogadhatónak tartom, illetve egy nagyon érdekes rész, hogy megy le délre, megy Odesszára, Odesszába és Moldova irányába, hogy teljesen a szárazföldi részekbe tudja beszorítani Ukrajnát, a tengeri, fekete-tengeri kijutás el tudja érni, mármint hogy ne tudjon ugye Ukrajna a Fekete-tengerre kijutni, ettől ugye elzárja. Talán ez a legpotenciálisabb forgatókönyv, de majd meglátjuk és diskurálunk a témáról. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, további szép napot és minden jót kívánok, hello!